Tanulák közti szünet a Szent István Katolikus Gimnáziumban Tolnán. A gyerekek szájmaszkban sétálgatnak a folyosón. A vírus első körének hatása, hogy bármilyen furcsa, hiányzott az iskola, a személyes kontaktus. E pillanatban még nincs koronavírusos a Tolnai Gimnáziumban. Néhányan voltak már karanténban, jelenleg talán 3-4-en vannak karanténban, de nem azért, mert fertőzöttek, hanem a környezetükben találtak fertőzöttet. A érdekes módon a kisebbek körében, tehát 7.-8. körében van 3-4 diákunk. Ők a valamilyen sportegyesületben csapatjátékot játszanak, és valószínűleg így sikerült olyan környezetbe kerülnék, ahol volt egy-egy fertőzött. De egyébként szerencsére ideig nem tudunk arról, hogy diákunk vagy bármelyik kollega fertőzött lenne. Még a tanítás megkezdése előtt természetesen mindent alaposan lefertőtlenítettünk. Aztán megpróbáltuk a gyerekekkel megértetni, hogy amit megtehetünk, azt tegyük meg. Tehát megpróbáltuk úgy elkészíteni a tantermek beosztását, hogy mindenki a saját tantermében maradjon, kivéve néhány szaktantermi órát, illetve a csoportbontásokat és az idegen nyelvi órát nem tudjuk nyilván máshogy megoldani. Viszont kaptunk a kormányhivataltól fertőtlenítő sprét, ami igen hasznos, mert pillanatok alatt le lehet fertőtleníteni az asztalokat, úgyhogy a kollégák ebben segítenek. Tehát kollégák, illetve délután már, vagy 11 órától már a takarítónők is segítenek ebben, hogy egy csoport után azonnal, ahogy kimentek, lefertőtlenítjük az asztalokat. Illetve reggel óta, 6 óra, fél hét óta minden ablak nyitva van, és egész nap megpróbálunk minden ajtót és ablakot nyitva hagyni, hogy szellőzzön az épület minél jobban. És emellett megpróbáltuk a gyerekekkel megértetni azt, hogy ha lehet, akkor mindenki maradjon a saját osztályában, illetve annak környezetében. Tehát nem lehet hermetikusan elzárni az osztályokat egymástól, ez teljesen érthető, hiszen gyerekekről van szó. Viszont úgy tűnik, hogy többnyire megértik azt, hogy rajtuk is múlik. Szeretnénk végigvinni az évet, de a tavaszi tapasztalatok alapján arra is készülünk, hogyha át kell állni a digitális oktatásra, azt hogyan oldjuk meg, mondja az igazgatónő. Megpróbálunk felkészülni arra is, hogy talán mégis szükség lesz a digitális oktatásra. A tavaszi tapasztalatokat megpróbáljuk feldolgozni, hasznosítani, illetve ez már jó részt megtörtént, és az egyik kollega és a rendszergazda segítségével tovább fejlesztjük a rendszerünket, tehát megpróbáljuk áttekinthetővé tenni a gyerekek számára is, hogyha arra kerül a sor, akkor át tudjunk erre állni. Illetve majd a kollégáknak talán a héten egy újból, mert ilyen már volt, egy tájékoztatást tartunk arról, hogyha átállunk, akkor hogyan fog történni, milyen felületeken, hogy történik akkor az osztályozás, az értékelés. Erre már van egy kialakult gyakorlat, ezt egy picit módosítottuk. Az év nyitása előtt már szó esett arról, nyílt napokat szervez az iskola a mostani 8-osok számára. Akkor a szeptember végi, október elejé időszakot tűzték ki, ami most a helyzet miatt átalakulóban van. Most egyelőre ott tartunk, hogy nem szeptember végére terveztünk egyet, most nem merjük ezt egyelőre megtartani. Tavaly rengetegen voltak, tehát ezt nem merem vállalni, hogy 60-80-90 ember bezsúfolódik az épületben még a diákokon kívül. Úgyhogy azt a megoldást választottuk, hogy egyelőre, aztán majd meglátjuk, lehet, hogy később javul a helyzet, tehát azt a megoldást választottuk, hogy folyamatosan a Facebook oldalunkon, honlapunkon, illetve egyéb felületeken megpróbáljuk egy kicsit megismertetni az iskolát, tehát egy rövid kis videó, néhány kép, kis szöveg, gyerekek is megnyilvánulnak majd, tehát mégis egy picit be tudjuk mutatni az iskolában folyó mindennapi munkát. Felvételi előkészítőt fogunk tartani az idén, a 6 évfolyamos képzésben és a 4 évfolyamos képzésben is. Ennek sikere érdekében felvételi előkészítőt szervezünk, de jó részt ez sem személyesen fog történni, hanem online módon már sokan jelentkeztek, és szeptember végétől megpróbáljuk ezt így elindítani. Esetleg azt próbáljuk majd kínálni a szülőknek és az érdeklődő diákoknak, hogy egy-két diák egy szülővel egy-egy órára benézhet, vagy egy szombat délelőtt, ahogy egyébként is szoktuk,
szülőknek, érdeklődő szülőknek tartanánk egy tájékoztatót. Ha nincsen nagy tömeg, akkor az iskolának az aulája elég nagy, úgyhogy ez megoldható egy ilyen tájékoztató. A tájékoztatók lehetséges időpontjait az iskola honlapján és Facebook oldalán teszi majd közzé.